Újabb rakétacsapásokra készül az orosz hadsereg Ukrajna ellen, erre utalnak a felderítési adatok. Az oroszok október óta módszeresen támadják az ukrán energetikai hálózatot, emiatt milliók vannak áram, fűtés, internet és mobil hálózat nélkül. Közben a litván kormányfő kijelentette, hogy a Moszkva ellen bevezetett szankciók közép és hosszú távon fognak működni. Így türelemre van szükség. Mobiltelefonok fényénél folytattak le egy műtétet ebben a kijevi kórházban az áramkimaradás miatt. Másfelé viszont fennakadások vannak az egészségügyi ellátásban, miután sokszor a generátorok is felmondják a szolgálatot. A kelet-ukrajnai frontvonalon az orosz hadsereg brutális erővel ostromolja a településeket. Vuhredárba is becsapódott egy lövedék, az önkéntesek szerencsésnek mondták magukat, miután elkéstek, és így túlélték. Bombázták az oroszok a dél-ukrajnai Herszon megyét is, amelynek székhelyéről novemberben vonultak ki. Egy ember meghalt, ketten megsebesültek, a károk jelentősek. Ezt az ukrán páncírozott járművet tankkal lőtték szét az oroszok. A sofőr meghalt, az utasa elvesztette a kezét. A német Spiegel már reggel nyilvánosságra hozta ezeket a felvételeket, amelyeken az oroszországi Szaratov katonai repülőterén bevetésre készen álló nagy hatótávolságú bombázók voltak láthatók. Ukrajna szerte légiriadót hirdettek a várható bombázások miatt. Kijevi közlések szerint az oroszok a nukleáris robbanó fej hordozására alkalmas rakétákat szimulált robbanó fejjel látják el. Ezekkel a rakétákkal el akarják vonni az ukrán légvédelem figyelmét, és ki akarják fárasztani, magyarázta az ukrán hadsereg kutatója. A litván kormányfő arra kérte a NATO szövetségeseket, hogy lássák el megfelelő légvédelemmel Ukrajnát. Ingrida Simonyita szerint az uniós szankciók hatékonyak Oroszország ellen. A legtöbb büntető intézkedés, amelyet bevezettünk, közép és hosszú távon fejti majd ki a hatását, ezért türelemre van szükség, mondta a kormányfő. Közben Spanyolországban megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miután Ukrajna madridi nagykövetsége mellett egy légibázis, sőt a spanyol kormányfő, illetve a Védelmi Minisztérium címére is levélbomba érkezett. A terrorizmusra szakosodott hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.